Jó napot kívánok! Az Isaszegi Falu Múzeum és a Kóskároly díjjal, valamint a Magyarországi Lengyelségi díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeumbarátok köre nevében szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, az első okleves magyar gyógyszerésznő, Tinágyel Szerafin halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett emléktáblavatú ünnepségünkön. Külön is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Péter H. Mária asszonyt, nyugalmazott egyetemi adjunktust, Marosvásárhelyi díszpolgárát. Dr. Ambrus Tündét, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógyszerész történeti szakosztály elnökét, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság elnökségének képviseletében dr. Rádócziné dr. Kovács Zsuzsannát és a társaság tagjait. Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket. Tisztelettel köszöntöm Hatvani Miklós urat, városunk polgármesterét, Pénzes János urat, városunk alpolgármesterét, Isaszegváros gyógyszerészeit, házi orvosait, az egészségügyben dolgozó munkatársait, az isaszegi civil szervezetek, oktatási intézmények képviselőit és az isaszegi múzeumbarátok köre elnökét, Kovácsi Halomhádi Zsuzsannát, valamint a kör tagjait. Szeretettel köszöntöm a rendezvényünkön közreműködő Galocsai Bozsik Fruzsina Kincső népdalének is. Kedves vendégeink! A mai napon a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társasággal közösen emlékezünk az első okleves magyar gyógyszerésznő Tinágyel Szerafin halálának 60. évfordulójára. Kivételes tehetség és személyiség volt Szerafin, akinek volt bátorsága az akkori időkben, amikor még a nők egyenjogúságáról bizonyos területeken nemigen beszélhettünk, a gyógyszerészi pályát választania hivatásul. Nem véletlen a meghívón szereplő idézet. Persta ad quae obdura. Vagyis mindennek a lankadatlan erő és a fáradhatatlan kitartás az áloga. Igen. Ez a fáradhatatlan kitartás jellemezte Szerafin egész életét és munkásságát. Akkor is, amikor Nagyszombatból elindult Kolozsvárra, a Ferenc József Magyar Királyi Tudományi Egyetemre, hogy nagy álmát megvalósítsa és gyógyszerészi pályára lépjen. Nagy kihívás volt ez akkoriban, egy fiatal nő számára. De a fáradhatatlan kitartás zálogaként sikerrel vette az elé tornyosuló akadályokat. És 1903-ban megszerezte gyógyszerészi diplomáját, a magyar hölgyek sorából elsőként. Később 1904-ben megismerkedett Pesti Mihály gyógyszerésszel, és a kezdeti barátságból szerelmem szövődött, majd összeházasodtak. Ők voltak akkoriban a történelmi Magyarországon az első gyógyszerész házaspár. Az isteni gondviselés úgy hozta, hogy a pesti házaspár az erdélyi évek után 1918-ban Isaszegre költözött, és Pesti Mihály megvásárolta az 1899-ben alapított angyal gyógyszertárat. Időközben Szerafin időszülei is hozzájuk költöztek. Az isaszegi boldog és nyugodt éveket megszakította a családfő váratlan halála. 1930. december 9-én 66 éves korában veszített el szeretett férjét Szerafin. Pesti Mihály sírja Szerafin szüleivel együtt az isaszegi temetőben található. Itt szeretném bejelenteni, hogy az Isaszegi Múzeumbarátok köre elnöksége november 4-én síremlékén koszorút helyezettel. A nehéz helyzetből, hiszen egy egész világ omolhatott össze benne, elveszítette hű társát, támaszát, talpra állva Szerafin tulajdonosként vezette tovább a gyógyszertárat. Közben két gyermekük közül Zsuzsanna, lánya is a gyógyszerészi hivatást választotta, majd Zsuzsanna dr. Barabás Géza orvossal megismerkedve később egybekeltek. A házasságukból két fiú született,
dr. Barabás András Pál és dr. Barabás György Mihály. Zsuzsanna 1948-ig gyógyszerészként és tulajdonosként az államosításig vezette az isaszegi gyógyszertárát, majd Budapestre költözött, ő is édesanyja után. Dr. Pesti István a kiváló fogorvos testvérének Váci utcai lakásába, és ott érte őket az 1956-os forradalom és szabadságharc. Özvegy Pesti Mihályné született Tinágel Szerafin 76 éves korában, 1956. november 2-án hunyt el. A harcok közepette a temetőbe a holttestet nem lehetett kivinni, végül is szekrények deszkáiból ácsoltak koporsót, majd a Vörös Marti téren temették el. Keresztje István fia régiség gyűjteményéből egy 16. századi kovácsolt vas kereszt volt. 1957. március 1-én temették el a Farkasréti temetőben. Később a család egy közös sírban helyezte el az 1956-ban elhalt édesanyját és az 1972-ben elhunyt fiát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném elmondani, hogy 10 évvel ezelőtt a Falu Múzeumban készítettünk egy emlékkiállítást Szerafin halálának 50. évfordulója alkalmából, melynek kurátorai dr. Ferenczi Mónika gyógyszerésztörténész, dr. Péter H. Mária, dr. Barabás György és dr. Barabás András voltak. Dr. Ferenczi Mónika Szerafin életútját kutatva érkezett Isaszegre 2005-ben, ekkor került kapcsolatba a múzeumunkkal, Skita Istvánné gyógyszerésszel, Budaházini Hargita Irén tanítónővel, dr. Eszlár Jegon orvossal és másokkal. Köszönjük, hogy felhívta figyelmünket a isaszegi éles személyiségére. Az előtérben látható kiállítás a 2005-ben készült tablókat felhasználva mutatja be Szerafin életútját. Ezt kiegészítettük dr. Barabás György által Kanadából küldött fotómásolatokkal. Kérem, hogy majd tekintsék meg. A rövid bevezető után szeretnék köszöntet mondani az Isaszegi Múzeumbarátok Köre elnökségének, a Múzeumbarátok Köre közgyűlésének, hogy kezdeményezésemre javasolt emléktábla állítást felkorolták és támogatták. Külön köszönjük a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökségének az emléktábla költségének feléhez való hozzájárulást. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Ambrus Tündét, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógyszerésztörténeti szakosztály elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt jelenlévők, kedves isaszegiek, kedves gyógyszerész, orvos, egészségügyi dolgozó kolléga, múzeumbarátok, helyi lakosok, mindenki, aki ma itt megjelent. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én kaptam elsőként szót ezen a mai ünnepi alkalmon. Egyrészt azért, mert a Gyógyszerész Tudományi Társaság képviseletében állhatok itt, és a Gyógyszerész Történeti Szakosztály elnökeként. Képviselem egyrészt a magyar gyógyszerésztörténészeket határokon innen és túl, és másrészt azért, mert én magam is gyógyszerésznő vagyok, és tulajdonképpen Tinágel Szerafin egyik újkori követője. Szerencsére sokan vagyunk. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak egyik fontos küldetése, fontos feladata, hogy feltárja és ápolja a jeles magyar gyógyszerészek emlékét, bemutassa életútjukat és megemlékezzen a múlt jeles személyiségeiről. Tinágel Szerafin személyisége, életpályája, életútja, eredményei számunkra nem valamiféle világra szóló tudományos eredmények miatt fontosak, hanem szakmánk társadalmi megbecsültsége és elfogadottsága miatt. Ő ugyanis elsőként vállalta, akkor, amikor ez nem volt egyáltalán egyszerű, hogy a gyógyszerészi pályára lép, és
Hugonnai Ilmával, Steinberger Saroltával, Légrádi Erzsébettel, vagy akár a lengyel Antonina Lesnyevszkával, vagy az angol Elizabeth Garrett Andersonnal említhetjük őt egy lapon, hiszen ők voltak azok az első hölgyek, akik vállalták azokat a megpróbáltatásokat, és hatalmasnak kitartással és bátorsággal küzdöttek azért, hogy bebizonyítsák, hogy ők is alkalmasak egy értelmiségi hivatás teljes értékű vállalására, elvégzésére, és megmutatták a társadalom bizony tetlenkedő többségének, hogy erre képesek. Ma, mivel magam is foglalkozom a gyógyszerészek képzésével főállásban, nagyon jól tudom, hogy Serafinóta eltelt bő egy században az arányok a gyógyszerész képzésben gyakorlatilag megfordultak, és ha így folytatjuk tovább, akkor férfi gyógyszerész kollégát fogunk nagyon nehezen találni néhány évtizeden belül, de azért reméljük a legjobbakat, hogy az erősebbik nem képviselői nem hagyják el a szebbik nem képviselőit a gyógyszerészi pályán. Szeretném megköszönni önöknek is, a szegieknek, a Falu Múzeumnak, Múzeumbarátok körének, az önkormányzatnak, hogy ilyen méltó módon őrzik és ápolják Tinagör Serafin emlékét, és mindannyiuknak továbbiakban sok sikert és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen! Sorokat. És most pedig nem szeretném felkérni Bozsik Fruzsina Kincső népdalénekest, hogy a mai szép napot ékesítse szép népdalok felkészítésével. Napó tiszteletem, oldal tiszteletem, meg fényes csillagot leginkább szeretem, leginkább szeretem. Szeretlek, s
megsegít minket az Isten, mégis átrepülünk, hogyha az Isten megsegít, még hazánkba megyünk. Hogyha az Isten megsegít, még hazánkba megyünk. S a fecskének az ő sorsa, mint a vándor legény, csak országból bujdosódik, mind örökké szegény. Csak országból bujdosódik, mind örökké szegény. Hazám, hazám, csendes hazám, már csak határ itt láthatnám. Látom füstjét, de csak elég, az ég alatt szengedezik. Az ég alatt a főcényén, s olyan árva nincsen mindén. Az ég alatt a főcényén, s olyan árva nincsen mindén. Testvér, mikor az úton jársz, szíved fáj, engem nem látsz. De ha fáj, és mit tudsz tenni, egyszer ennek így kell lenni. Egyszer ennek így kell lenni, ketten két útra indulni. Meg kell egymástól vállalni, s úgy elválunk mi egymástól, mint a lázágától. S úgy elválunk mi egymástól, mint a lápi az ágától. S úgy elválunk mi egymástól, mint a lápi az ágától. Köszönjük szépen, ez igazán csodálatos volt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Dr. Péter H. Mária beszéde előtt szeretném elmondani, hogy adjunktus asszony fáradtságos utat tett meg, hogy a mai szép délutánon közöttünk lehessen. Marosvásárhelyről érkezett vonattal Budapestre, és onnan gépkocsival is a Szegre. Dr. Péter H. Mária tanárnő a Marosvásárhelyi Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tanított. Gazdag publikációs tevékenységét nehéz lenne most itt felsorolni, de néhányat megemlítenék. Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai Kolozsváron adta ki 2002-ben című 548 oldalas gyógyszerészet történeti szaktanulmány kötetét, majd ennek a 2013-ban megjelent, bővített és javított több mint 900 oldalas két kötetes új kiadásának szerzőjeként is üdvözölhetjük. De nem csak orvostörténeti, gyógyszerész történeti tematikájú könyveket, tanulmányokat írt, több erdélyi helytörténeti monográfia elkészítésében is részt vett. Tudományos munkásságáért számos kitüntetést kapott, többek között 2014-ben Áder János köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. ...2016-ban pedig férjével együtt Marosvásárhelyi díszpolgári cím kitüntetést vehettek át. Tisztelettel felkérem Dr. Péter H. Mária tanárnőt, hogy az emléktáblavató beszédét, előadását tartsa meg. Tisztelt hallgatóság!
nagy tiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Mikor megkaptam legelőször a felkérést, hogy eljöjjek, egy kicsit gondolkoztam rajta a nagy távolság, időjárás és mondjuk korom miatt, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy első alkalomra elfogadom ezt a meghívást, mert illetve Tináger Szerafina tulajdonképpen összehoz itt három különböző országból, de valamennyien a magyar nemzethez tartozókat erre az alkalomra. És úgy érzem, hogy ez az összejövetel, ez az együttvé tartozás és az együtt gondolkodásnak az emlékülése is. Nyugodtan nevezhetnénk nemzetközi összejövetelnek is, hisz jelenleg is legalább három országból vagyunk jelen. A Tináger Szerafinnal kapcsolatban meg szeretném mondani, hogy az nagyon szép és értékes tevékenysége a múzeumnak és a múzeum baráti körének, hogy emléket állított neki. Ugyanakkor utána olvasva az Isaszegi Múzeum tevékenységének meggyőződtem, hogy nem első alkalom, hisz dr. Sáska László, szintén erdélyi, nagyenyedi származású, a nagyenyedi kollégiumnak egykori tanítványa, amit a kollégium falán őrző tábla, és utána az itt őrző tábla megemlékezik róla. Ez azt jelenti, hogy a Isaszegi Múzeum figyelme kiterjed a mai Magyarország határain túlra is, és előszeretettel gondolkodik és gondoskodik a neves embereknek a megjelenítéséről. Engedjék meg, hogy mielőtt Tináger Szerafinnak a életét röviden váltanám, hisz önök már nagyon jól ismerik, egy pár olyan dolgot is mondhassak el, ami megindokolja azt, hogy miért kell ünnepeljük, vagy miért kell megemlékezzünk Tináger Szerafinról, mint első okleveles gyógyszerészről. Hisz minden szakmában van vagy első, és mindig valaki első kell legyen valamiben, hát így lett ő is első, de az ő útja, hogy első lett, az nem volt könnyű. A magyarázat képen, mielőtt megkezdeném a bemutatást, fel kell hívjam a figyelmüket, hogy a címlapon zárójelbe a Szerafin után egy A betűt is tettem. Ez nem véletlen, erre még vissza fogok térni megyek közben, tehát szándékosan tettem azt az A betűt. A következőkben el szeretném mondani azt, hogy a gyógyszerészeti pálya az nem mindig olyan volt, mint most. Mint már a bevezetőben is hallottuk, hogy első nőként vizsgázott, és a 16. századtól kezdve már voltak gyógyszertárak, de nem gyógyszertárnak nevezték őket, hanem patikának, mert ez volt a régi nomenklatúrában. És patikusok voltak, patikát vezettek, azonban a gyógyszerész képzés nem az volt, mint most. Régebben C-szerű volt a gyógyszerész képzés, tehát a jelentkező 5-6 évig inaskodott, utána segédeskedett, majd utána, ha megfelelt a követelményeknek, akkor mint patikus működött tovább. Még régebben visszamenve megállapítottuk, hogy az orvosok egyben gyógyszerészek is, illetve patikusok voltak abban a korban.
hisz az orvos megvizsgálta a beteget, de ő készítette el a gyógyszert és adta a betegnek. Ezen többen tiltakoztak, és többeknél felmerült az, hogy válasszuk szét ezt a két hivatást, ezt a két mesterséget vagy foglalkozást. Harmadik Ferdinánd kiadott egy törvényt, a Lex Sanitaria Ferdinandra, amiben célzott már arra, hogy ezt a két foglalkozást, ezt a két hivatást szét kell választani. Azonban nem talált követőkre, nem valósult meg az álma. Ehhez részben hozzájárult az orvosoknak az önzősége, tisztelet a kivételnek, hogy nem akarták kiengedni a kezükből a teljes gyógyítást. 1770-ben megjelent Mária Teréziának egy általános törvénykönyve, egy szabályzat, amely előírta külön az orvosok kötelezettségeit és jogait, majd a gyógyszerészek kötelezettségeit és jogait. Ezzel teljesen szétvált a két foglalkozás, a két terület. A következőkben továbbra is célszerű volt a gyógyszerészeknek a továbbképzésre, a patikusokra. Gyógyszerész szót akarok mondani, de patikus a jó szó. Tehát, mikor valaki patikusnak jelentkezett, akkor elment, általában szegény gyermekek mentek patikusnak. Azért, mert a akinek patikája volt, a patikus szerződés kötött a jelenkezőnek az édesapjával, hogy lakást, kosztot biztosít neki, ingyen tartja és kitanítja a mesterséget. Tehát erre tulajdonképpen a szegényebb sorsú gyermekek vagy ifjak voltak alkalmasak. A 1770-ben, mikor megindult Nagyszombaton az egyetem, attól kezdve lehetett már gyógyszerész képzésről beszélni. Azonban előtte a segédi, a dinosi segédi időt le kellett tölteni. Ez nagyon változó volt, mert a felkészülése az ifjúnak attól függött, hogy ki készítette fel. Volt olyan lelkismeretes patikus, aki minden tudását átadta az ifjúnak, ellenben volt olyan patikus is, aki a házi munkától kezdve minden munkára befogta, és közben a szakmát is megtanította neki. Ezért nagyon különböző felkészültségűek voltak, mikor egyetemre mentek. Ilyenkor vezették be az úgynevezett tirocinális vizsgát, amikor vizsgát kellett tenni az elsajátított, az inas és segéd évek alatt elsajátított anyagról. 1770-ben megalakult Nagyszombati Egyetem, aztán átköltözött Budára is, majd Pestre, akkor fokozatosan bővült a gyógyszerész képzés, és azáltal képzettük, hogy később, a 40-es években már érettségit is kértek tőlük, és természetesen a latin nyelvnek az ismerete kötelező volt. 1872-ben alakult meg Magyarországnak, az akkori Magyarországnak a második egyeteme. Ez Kolozsváron alakult meg, és Kolozsvárra nagyon sok olyan neves tanár jött, akik esetleg pesti egyetemről jöttek, és a pesti egyetemen nem volt perspektívájuk, hogy professzorok lehessenek. Ezért óriási lelkesedéssel fogtak az egyetem alakításához és az egyetemi oktatáshoz is. A következőkben azt szeretném még elmondani, hogy az előzményekben minden patikus férfi volt. A nők ellen tiltakoztak, hogy ne menjenek se bölcsészi karra, se természettudományi, tehát sem oktatói pályára, se tanári képzésre,
ne kapjanak, se egészségükben ne kapjanak alkalmazást. Óriási felháborodás volt, mikor elindult, hogy nők is mehetnek erre a pályára. Annak ellenére volt ez a tiltakozás, hogy nők menjenek a gyógyszerészi pályára, holott kezdettől fogva, mondjam azt, hogy a 15.-16. századtól kezdve a nők mindig részt vettek a gyógyításban. Én most csak egy pár erdélyi példát tudok mondani, hogy kik voltak azok, akik gyógyítással is foglalkoztak, általában a fejedelmi udvarokban a fejedelem asszonyok, vagy pedig a fejedelem közelében levő műveltek asszonyok foglalkoztak a gyógyítással. Legelőssének említeném Károlyi Zsuzsannát, aki Betlen Gábor erdélyi fejedelemnek volt a felesége, tehát ő már a 16. században megmaradt a leltárja a gyógyszerekkel ellátott kicsi patika ládájának, úgy nevezték, egy utazó láda, amiben benne voltak a gyógyszerei. Azért volt szükség erre, hogy a fejedelem asszonyok gyógyítással foglalkoznak, mivel nagyon kevés orvos volt abban az időben. Az orvosok ingáztak egyik fejedelem udvartól a másik udvarig, közben a fejedelem asszonyokat kiképezték, hagytak ott gyógyszert, hogy gyógyítani az udvarukban levő szegényebb sorsúakat tudják gyógyítani. A másik nagyasszony, Pormenisza Anna, aki Apafi Mihály felesége volt, ő neki visszamaradt egy orvosságos könyve, természetesen nem a mai értelembe vett könyv, hisz kézírásosra, és ebben a kézírásban megjelenik az a szó, hogy patika szerszám, ez tulajdonképpen a gyógyszert jelenteni, illetve orvosságot inkább úgy mondjuk. Véd Judit, aki gróf Teleki Mihály felesége volt, neki orvosságos könyve volt, ő lemásolta a könyve, tehát ez is csak kéziratban maradt meg, lemásolta az orvos által adott ajánlatokat, hogy mit, mire lehet felhasználni. Természetesen abban a korban a legtöbb növényi eredetű szereket használtak a gyógyításra. Apafi Anna, Apafi Mihálynak a testvére tudom is maradt fel, egy kézirat, egy másolat a könyve, amiben 1677-ben leírták a lemásolta a kapott orvosságoknak az összetételét. Zai Anna, báró Bai Ádámnétől is maradt egy orvosságos könyv, ami Matthäus Herbáriumát másoltak le, ebben 500 recept található és 300 gyógynövény felhasználása. Árva Betlen Kata, aki ott Hívízen volt és ott lakott, az orvoslás mesterségéről adott ki egy kicsi könyvet. Ő főleg a szemgyógyászattal foglalkozott, amit később halála után Bot Péter egy versben meg is énekelt. És utoljára emlegetem meg Iktári Betlen Zsuzsannát, aki gróf Teleki Sámuelnek a felesége. Gróf Teleki Sámuelnek a hagyatéke Marosvásárhelyen található a Teleki tékában, és a Teleki tékában külön szobában, külön szekrényekbe őrzik Iktári Betlen Zsuzsannának az orvosló könyveit és a füvész könyveit. Tehát ezekből a példából láthattuk, hogy nagyon régen foglalkoztak az orvoslással. Na most lássuk egy kicsit bevezetőnek még, hogy a nőknek a joga az egyetemi tanulmányok végzéséhez. Hát a női egyenlőség az nem olyan régi keletű, vagy mondja még azt is, hogy még most se 100%, inkább így mondanám. 1872-ben először merül fel, hogy a nőket a férfiaktól nem kell megkülönböztetni a szakmai életben. Az akkor működő természettudományi társulatban
Ötvös Gyula azt javasolta, hogy az alapszabályt módosítsák. Módosítsák az alapszabályt azzal, hogy a férfiak szót kivegyék, és helyette egyének szót használjanak. Az egyénekben benne lehettek a nők is, tehát már közeledünk az elismeréshez is. 1895-ben gróf Csáky Albinné elment Vlasics Gyulához, aki akkor volt a vallási és oktatási miniszter, és ő javasolta, hogy a nők mehessenek bölcsész és orvosi, illetve gyógyszerészi pályára. Vlasics Gyula, mint miniszter, nem tudott egyedül dönteni, és ezért hozzáfordult az akkor működő Magyar Gyógyszerészi Egylethez. Akkor az egyletnek 20 járása volt, 20 járás igazgató gondoskodott a gyógyszerészeknek a tevékenységéről. Kiküldte, hogy véleményezzék meg, hogy alkalmasak-e a nők a gyógyszerészi pályára, vagy nem. Az eredmény sajnos nem a legjobb, mert a 20 közül, ahogy látják, kérem szépen, 5-ön voltak mellette. 13-an ellene, és 6-an pedig még válaszra sem méltatták, és annyira mellőzték ezt a kérdést, tehát nem találták pontosnak. Az ellenérvek között olyan mai szemmel nézve furcsaságok voltak, hogy azt mondták, hogy nem a nőknek való, mert hát a nők gyengék, a erkölcsi szempontból is megvétózták sokan, hogy hát mit jelentene, milyen kellemetlen lenne, ha egy férfi beteg bemegy a gyógyszertárba, és valami olyan gyógyszert kér, amitől vagy a gyógyszerész kisasszony, vagy pedig ő elpirulna, vagy kiderülne, hogy mi a betegsége. A másik kifogás az volt, hogy a nők nem tudják megtartani a receptikót. Elmondják az otthon. Hát ez is bebizonyosodott, hogy nem csak a nők pletykásak, hanem a férfiak is, ugye? A kimerültség. És mindenféle okot elmondtak, csak azért, hogy gátolják a nőket erre az igazán női hivatásra ne legyenek részt. 1895-ben aztán azzal módosította Vlasics Gyula ezt a eredményt, hogy azt mondta, hogy családi környezetbe lehet. Vagyis, hogyha a gyógyszerésznek leánya volt, akkor ő azt kinevelhette leánynak. De idegenhez a leány nem mehetett. Ez természetes is volt abban az időben, hisz ugye, mint említettem, hogy inaskodni kellett 5 évig, 6 évig, ott kellett lakni az idegen családnál, ott kellett étkezni mindent, hát abban a korban a kisasszonyokat kísérő nélkül ugye nem engedték el. A 1895. december 31-én utolsó nap, aztán megszületett a határozat, elrendelték, hogy nők is mehetnek, de egyéni elbírálásba kell részesüljön mindenki. Hát ez volt az előzmény, hogy Tináker Szerafin nem tudott olyan hamarabb elkezdeni ezt a szép hivatást. A sajtóban mindenhol megjelentek ellenérvek, mert nem csak a patikusok, és nem csak az egészségügyben dolgozók tiltakoztak a nőknek a gyógyszerész hivatása ellen, hanem íróktól kezdve mindenki. Jókai Mór, akit mindannyian ifjú korunkban olvastunk, és a regény folyamatait nőttünk fel, ő verset is írt ezzel kapcsolatban. Ugye nem vártuk el Jókaitól, hogy így nyilatkozzon a nőkről, hogy a nő a tudatlanság a nő legszebb étke. Ez sértő a nőknek nézve, sajnos nem tudunk már reklamálni neki, hogy ne legyen. Generzik Antal
aki Szepességből származott, és Szepességből, illetve a Pesti Egyetemről jött Kolozsvárra egyetemi tanárnak, vagy rektor volt. 2011-ben, mikor már voltak bőven nők, 2133 nő hallgatója volt a Kolozsvári Egyetemnek, akkor ő azt nyilatkozta, hogy semmivel se voltak gyatrábbak a női hallgatók, mint a férfi hallgatók. Genezik Antalról még azt is kell tudni, hogy 5 gyermeke volt, amiből 3 leány, és mind a 3 leányát akarta tanítani a Kolozsvári Egyetemnek. Tehát ebben is összefügg az ő jó, pozitív véleménye. Aki később volt rektor, évente cserélték a rektorokat, Richter Gusztáv 17-ben, ő egy olyan semleges választ adott a nőknek kapcsolatban. Azt mondja, a nő mindig nő marad, akinél az érzés az első, és utána jön az ész. Ezben nincsen semmi elvetni való, mert igaza van, hogy a nő mindig nő marad, és ezt a gyógyításba előnynek kell venni az orvosokkal szemben, vagy a férfiakkal szemben, és hogy előbb jön az érzés, vagy az ész, az se elmarasztaló, mert megtörténhet, de nem probléma. Na most lássuk, hogy miért ment Tináger Szerafin Kolozsvárra egyetemre. A Pesti Egyetemen, illetve már Budapesti Egyetemen 1872-től a professzorok nagyon konzervatívak voltak. Ők ragaszkodtak a régi rendszerhez és a régi előírásokhoz is. Ők nem fogadták Tináger Szerafint. Az első, aki fogadta, Kolozsvár volt, 1901-ben jött. De azelőtt már Tináger Szerafin a gyakorlati részt, tehát ezt az inaskodást és segédeskedést megcsinálta Nagyszombaton. Budapesten 2 évvel később lett az első gyógyszerésznő, Végrádi Erzsébet. Neki az az előnye a Tináger Szerafinnal szemben, hogy a doktorátust is megcsinálta. Bécsben még később 2 évvel vették el az első nőt, 1907-ben, szintén egy erdélyi szász származású hölgyet, Scheibidát, aki aztán hazajött, és Besztercén a férjével együtt nyitottak gyógyszertára. Hát ennyi lett volna a bevezető, ami nem direkt Tináger Szerafinhoz tartozik, de egy magyarázat arra, hogy miért első és miért ilyen későn. A kereszt levele látható Tináger Szerafinnak. Nem tudom, hogy mennyire látszik hátulról. Így látom. Tessék megnézni, megpróbálom megmutatni. Szerafina Mária Beatrix a neve. A Szerafin az férfi név. A Szerafina női név. De az sem véletlen, hogy miért hagyták el az A betűt, és miért tettem én zárójelbe az A betűt. A köztudatban úgy van, hogy Szerafin, és így használja mindenki, így emlékszik vissza. De a keresztlevelében nagyon jól látható, hogy Szerafina. Hogy miért maradt el az A betű? Azért, mert akkor újdonság volt, hogy nő ment gyógyszerésznek, és próbálták a hivatali személyek az A betűt elhagyni, mert akkor, ha csak Szerafint írnak, akkor nem vevődik észre, hogy nő vagy férfi a harmadik. Az életrajzi adatait csak röviden mondanám, hát ismerik és tudják rólam. Tehát ő a gyakorlók idejét megcsinálta Nagyszombaton, csak nem vizsgázott le belőle. A latin nyelvet nagyon jól ismerte,
mert édesapja közjegyző volt, édesapja a latin nyelvet nagyon jól ismerte, és otthon a gyermekei, 12 gyermekük volt, a gyermekeket megtanították latinul, annyira, hogy a gyermekek egymás között, játék közben is latinul beszéltek. A Kolozsvári Egyetemen akkor a képzés úgy volt, hogy egy évet a természettudományi szakon kellett végezni, tehát ilyen karközi oktatás volt, és a második évet az orvosi egyetemen. Irodalmi adatoknál sokszor azt jelzik, hogy Tinágyel Szerafin egy évet a bölcsészkaron végzett. Ez se éppen hiba, azért, mert 1901-ben, mikor ő beiratkozott a Kolozsvári Ferenc József Tudomány Egyetem természettudományi szakára, akkor Budapesten nem volt természettudományi kar, hanem csak bölcsészkar, és a bölcsészkaron tanították a természettudományokat is. Az esküt 1903-ban tette le egyedüli nőként. A beiratkozási lapjaim megtalálhatók a Marosvásárhelyi Állami Levéltárban. Azért találhatók a Marosvásárhelyi Levéltárban, mert 1945-ben, mikor Kolozsvár ismét román kézbe került, akkor a Román Egyetem beköltözött a Román Tannyelvű Egyetem beköltözött a régi Ferenc József Egyetem épületébe, mai napig is azt uralja, és nem volt hová menjen az orvosi szak, az orvosi kar. A bölcsészkar és a jogtudomány, természettudomány megoldotta Kolozsváron a további folytatását, ellenben az orvosit nem lehetett megoldani, mivel a klinikákat nem lehetett elosztani, hogy magyar oktatású, román oktatású klinika. Ezért a magyaroknak választaniuk kellett. Vagy Nagyváradot, vagy Marosvásárhelyet. Nagyváradban nem egyezett bele a román állam, mert azt mondta, hogy túl közel van a határhoz. És ezért Marosvásárhely lett. Marosvásárhelyen volt a Csaba Királyfi Hadakló iskola, ahol most is működik az orvosi egyetem. A beiratkozási lapról azt olvashatjuk le, hogy milyen tantárgyakat hány órával vett fel. Az időben már ő elvégezte a természettudományi kart, ahol tanult növénytant, állattant, ásványtant, fizikát, kémiát, tehát itt most már csak a szaktantárgyakat kellett tanulnia. Származási évek itt találhatók a Marosvásárhelyen, akkor áthozták a levéltár, tehát ezért van ott a dal. Tessék szíves lenni ott megnézni a felirat, és saját kézzel kellett kitölteni ezeket a lapokat. Tinád Szeraf van csak írva. Itt is elhagyták a végén. Tehát, hogy mondjam úgy, hogy szinte titokba tartották, hogy ő nőlétére, első nőlétére ott van. Származási íve az első fél évre, második fél évre, és ott vannak az óraszámok, amit az előbb is láthatunk. Miután letette a gyakorlati vizsgát, le kellett tegye, Udaránszky László volt az orvoskari elnök, hiszen az orvoskarhoz tartoztak. Széki Miklós nevét említeném meg, mert esetleg a gyógyszerészek nagyon jól tudják azt, hogy Szegeden volt egy Széki Tibor nevezetű professzor, és Széki Tibornak az édesapjának Kolozsváron volt patikája, még ma is működő patika, de most már nem a család tulajdona. Ezeken ez a záró vizsgát mutatja, a záró vizsgán a gyakorlatiba kitűnőket kapott, az elméletiben három tantárból kellett vizsgázniuk, elegendő
volt a minősítése, így végül is ez maradt a lapján. Itt van a vizsgalapja, a gyakorlati vizsgalapja. Látszik, hogy a levéltárból van, de a levéltár csak úgy engedi fényképezni, hogyha megjelöljük a forrását. És itt látszik a két tantárból a kitűnő. Az első kitűnő Fabinyi kémiából, és a második Lőtte József volt, aki a gyógyszerismerből vizsgáztatta. Az elméleti vizsgájának is a vizsgalapja, ami szerencsére megőrződött, itt is rajta van a levéltári bizonyítvány, három tantárból ugye elegendő, és végül elegendő ismeretekkel zárták le. A gyógyszerészi hetilapban megjelent több hirdetés, amiben örömüket fejezték ki az írók, hogy végre van egy gyógyszerész is, és azt is hírül adták, hogy 904-ben, tehát miután egy évvel befejezte a tanulmányait, feleségül ment Koronczói Pesti Mihályhoz. Így ők voltak az első gyógyszerész párok. Amikor elvégezte az egyetemet, akkor a végzős gyógyszerészek egy tablót készítettek. A tablónak sok érdekessége van. Felhívnám a figyelmüket egyszer arra, a tabló az én saját tulajdonomat képezi. Az egyik rajta levő végzősnek, Horváth Károlynak az unokájától kaptam ajándékba. A tablón felül látszik a feliratnál Kolozsvári Ferenc József Tudomány Egyetem 1902 és 3-as tanévbe végzette. Ha megfigyeljük a tablót, nagyobb képekkel a tanárok találhatók, ez természetes is, hogy nagyobb képet kaptak, mint az abszolvensek. Akkor jöttek az abszolvensek, és Tinágyel Szelaki oda sarokba a tanári kar védelme alatt külön található a férfiaktól. Abban az időben ugye, amikor felmerült, hogy ellenzik a nők, hogy nők menjenek erre a pályára, akkor az is egy érv volt, hogy a kisasszonyokat nem lehet kárdemama nélkül engedni, és akkor a kárdemamát is be kell ültetni az előadásra, és akkor külön széksort kell csinálni a hölgyeknek, külön sok volt. Tehát itt vannak a tanárok és az abszolvensek. Felül ott a feliratnál van egy kis sértése a tablónak. Ezt, mint mondtam, Horváth Károlynak az unokájától kaptam. Horváth Károly tövisen volt gyógyszerész. A tabló az oficinában a falon lógott. 100 évvel ezelőtt, 1916-ban, mikor volt az első román betörés Tövisre, Ranyenyedre, bejöttek a katonák, mindjárt feltételezték, hogy a kép mögött valami van. És akkor oda lőttek, és az ottan egy lövésnek a helye. Hát szerencsére a többi képen maradt. Íme a tanárok kinagyítva, az első Lőtte József, Fabinyi Rudolf, Jakabházy Zsigmond, Isekutz Hugó, akit mindenki gyógyszerész ismer, Nyíredi László, aki Nyíredi Szabolcs gyógyszerésznek, nagyapjának a testvére, igen, Orjen Gyula és Ruziska Béla, ezek voltak a tanárai. A következő képben csak egy pár diákot, de volt hallgató kollégát szeretnék megjegyezni. Az első Jéger Viktor, aki Kézdivásárhelyen volt patikus, Tinágyel Szerapin, és itt található Horváth Károly, akié volt a tabló, és akitől megmaradt. Köszönöm.
és az egykori Ferenc József Tudományegyetem egykor és ma, csak sajnos ma nem Ferenc József, és nem magyar nyelvű oktatás folyik benne. A következő lap Tinágye Szerafinnak és Pesti Mihály házassági levelét mutatja. Nem tudom, mennyire látszik. Koroncai Pesti Mihály akkor özvegyember volt. Első felesége nemrég halt meg. Első felesége már Mányoki Tekla volt. Tinágye Szerafin, de 39 éves volt Pesti Mihály, mikor elvette feleségül Tinágye Szerafint. Tinágye Szerafin római katolikus volt, Pesti Mihály evangélikus volt, evangélikus templomba esvették őket. Lássuk egy kicsit Koroncai Pesti Mihálynak is a életét. Sárszentlőrincen, Tolna megyében született. Szülei, rosszul mondtam az előbb, Mányoki Tekla a szülei, Pesti Mihály és Károly, azért van két név felírva, mert egyesek szerint Mihály, mások szerint, más dokumentum szerint Károlynak hívták az apját. A Sárbogárdi gyógyszertár, vagy a Sárosi gyógyszertár tulajdonosa volt. Felesége volt a Merk Vilma, aki rövidesen meghalt a házasság után, és azután vett el Szerafin. Szerafin, amikor elvégezte az egyetemet, akkor Dévára került, ma Hunyad megyéhez tartozik Déva, és ott volt gyógyszerész. Oda jött Pesti Mihály is, egy darabig ott volt, majd mikor jött, közben lépett ugye az első világháború, akkor próbáltak közelebb kerülni a hazához, a megmaradt hazához, és így Pesthez is közelebb akartak kerülni, először Zsámbékon, majd Kisaszegen telepedtek le. A közös útjukat, hogyha vizsgáljuk, akkor Dévától kezdve közös az útjuk, ugye? És Déván született mindkét gyermekük, a Zsuzsanna is, és az István is. Mikor Déváról el kellett jöjjenek, már háborús viszonyok közeledtek, akkor először Zsámbékon, de ott nem volt biztosítva a gyermekeknek a tanulása, és azután így kerültek Isaszegre. Isaszegen 30-ban meghalt a férje, akkor egyedül vezette a patikát, majd a leánya vette át a patikának a vezetését, és 1950, az egy szomorú dátum a gyógyszerészek részére, akkor államosították, az állam elvette az összes patikákat. 56-ban Szerafin elmegy a fiához, a fia fogorvos volt, de nem csak fogorvoslással foglalkozott, hanem híres karikaturista is volt, és ilyen viccapokat és az akkori kormánynak nem éppen tetsző viclapokat szerkesztett, ezért üldözték is, és az ellenzékhez tartozott, inkább úgy mondanám. A közös, a kék élet azután közösbe ment, ugye Sárbogárdon a Tinodilantó Sebestyén gyógyszertár volt, aztán a Szent Háromság, majd Déván is őrangyal patika volt, majd Nagyenyedre kerül Uzoni Kovács József örököseinek a tulajdonát képező patikába. Itt a gyógyszerészek kedvéért elmondom, hogy ez az az Uzoni Kovács, akinek Kovács Laci bácsi az unokája, és ott ismerjük. Igen, ő is erdélyi volt, igen. A családfát mutatnám meg egy kicsit, tehát a Tinágyel és a Balkai Ludmilla házasságából született Tinágyel Szerafin, 12 gyermek között az egyik. Pesti Mihály és Márkonyi Tekla házasságából született Pesti Mihály, gyógyszerész. Az ők házasságukból született Pesti István, Pesti Zsuzsanna. Pesti Zsuzsanna
férje, Volonics Pál és Barabás Anna házasságából született, de a Barabás nevet tartotta meg. Barabás Volonics Gézának is nevezték, és ebből a házasságból született a Barabás András és a Barabás György, a kórus Kanadában. Volonics Pál és felesége Barabás Anna is erdélyiek, kézdi szentlélekről valók, előnevük is a kézdi szentléleki. Fennmarad egy levél Pesti Zsuzsannától. Pesti Zsuzsanna a pirossal aláhúzott mondatot olvasnám csak fel, életünk is a Szegen igen boldog volt. Így emlékszik vissza. Anyám, akit az egész falu tekintetes asszonynak hívott, és nagy közkedvenségnek örvendett. Az egész falu ismerte, tisztelte és szerette anyámat. Ezért értékeljük azt, hogy ma is itt vagyunk, és ma is megemlékezünk róla. Mint már említették, a sírja 56-ban az 56-os események miatt a Vörösmarty tér, Pesten a Vörösmarty téren volt. Ez egy ideiglenes sír volt, hál' Istennek sikerült aztán végleges sírhelyre tenni. A végleges sírhelye tehát a fiával együtt, később a fia később ad meg, található a Farkasréti temetőben. Ezzel kapcsolatban következő szeretném mondani. Én nem ismerem a magyarországi jogi viszonyokat. Nem tudom, mi van. Azt sem tudom, hogy milyenek az anyagi helyzetek itt. De azt tudom, hogy így felírva a sírra, hogy özvegy Pesti Mihályné, senki nem gondol arra, még a gyógyszerése, hogy ez Tinányi Szerapi az első okleveles gyógyszerés. Ezért az én agyamban két javaslat született meg, de mondom, nem ismerem a jogi körülményeket. Lehet, hogy nevetséges, amit mondok, de ötletnek kérem, fogadják el. Szerintem, ha mód van rá, vagy exhumáltatni kéne, és itt is a Szegen a férje mellé temetni, nem tudom ezeknek a jogi háttere, hogy hogy van, mivel unokái vagy Londonba, vagy Kanadába élnek, más leszármazottja nincs. Előbb-utóbb a sírt meg kell váltani. A sír megváltás lehet, hogy többe kerül, mint amennyibe az exhumálás. Nem tudom, ez mondjuk az itteni helyzet dönti el. A másik ötletem, hogyha ezt nem lehet megvalósítani, hogy hazahozni, mondjam úgy, hogy hazahozni is a Szegre, akkor legalább az MGT-vel, a Magyar Gyógyszeriszttudományi Társasággal megegyezni abba, hogy erre a sírra, itt van egy lapos cement része, valahová ráírni, hogy özvegy Pesti Mihályné egyenlő Tinágy Szerapinnak az első okleveles gyógyszerésznővel. Így nagyon nehéz megtalálni a temetőbe. Senki nem is gondolja, hogy alul látszik, itt van özvegy Pesti Mihályné alul. A fia van felül dr. Pesti István, nem beszélve, hogy a síremlék már nagyon rossz állapotban van. Hát fából van, volt annak idején egy ilyen blé fedél fölötte, ami védte az időjárást, de itt mellett. A szobor, a dombornyű, a domborműbe anya és fia látható. Tehát valahogy megoldást kéne találni, hogy maradjon meg az utókornak, hogy ez volt az első gyógyszerésznő, aki 10 évvel ezelőtt itt is ugye ünnepelték, illetve megemlékeztek Tinágy Szerapinról,
a Semmelweis Orvosi Egyetemen is megemlékeztek róla, akkori rektor, Tulasai Ivadar és akkori dékán, Noszámori Béla ezt a fémdomborművet helyezte el. A Pesti Egyetemre nem sok köze van, hisz nem ott végzett, nem ott vizsgázott semmit. Sajnos a Kolozsvári Egyetemen nincs rá lehetőség elhelyezni. Esetleg a másik épületben. Fiatalkori és öregkori fényképen. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Ez a meghívás, azért is vállaltam el, és szeretnék egy dokumentációt átadni a múzeum barátok körének, illetve a múzeumnak. Nagyon szépen köszönjük, és külön köszönjük az érzéket, nagyon érdekes előadását is, Timágrán Szerapéról. Nagyon sok érdekes új információt is szereztünk, ez külön nagyon érdekes volt Szerapének a saját kezünk. Aláírásával, kézírásával készített levele, és amelyről ugye visszatér arra, hogy milyen boldogok voltak az is, az egész évek, amíg ők itt élnek, és ez biztos így is mondod a Zsuzsa Almászka írta. Hát az utóbbi azt majd megbeszéljük, de nagyon igaza van, kedves vagyunk most asszonynak abban, hogy igen, valahogy meg kell jelölni mindenféleképpen az, hogy az első gyógyszerésznek a síránlétet alakulat, mert ismerős közben is próbáltunk utána járni, nagyon nehéz volt, és végül is így tényleges égben, de Pesti Mihályra kapjára jönnek. És most végül egy olyan szép tisztulnak teszünk eleget, hogy szeretnénk kedves vendégünknek megköszönni a jelenlétüket, és hát felkérem ugye elnökasszonyunkat, városunk polgármesterét, hogy az szerint ajánlékainkat vegyek. Köszönjük. Köszönjük. Kedves vendégeink, most pedig tisztelettel megkérek mindenkit, hogy szíveskedjenek kifáradni a falumúzeum épületének bejáratához, hogy a Tinágrál Szerafin emléktábláját lepleszhessük és átadhassuk a falumúzeum látogatóinak és Siseszeg lakosságának. Kedves vendégeink, most pedig nem az emléktáblánk leleplezésére kerül sor. Mint a bevezetőben is említettem, hogy az emléktábla költségét ugye az Isaszegi Múzeum barátok köre és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság közösen állta. Felkérem városom polgármesterét, Hadvari Miklós urat az emléktábla leleplezésére, valamint dr. Árócin dr. Kovács Zsuzsonnát, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökségi tagját és Kovácsné Halomházi Zsuzsonnát az Isaszegi Múzeum barátok köre. Thank you.
Bármilyen kis szerepe is volt, mindig öröm egy város polgármesterének, amikor valami újat adunk át, vagy valami olyan valakire megemlékezünk, aki jelentős segítséggel járult hozzá városunk hírnevének örökítéséhez. Én azt gondolom, hogy boldog lehetek, hogy nem először, és utoljára vagyunk egy ilyen ünnepélyes akkusra együtt. És még egyszer köszönöm szépen mindenki munkáját, ilyen szépen. Köszönjük szépen! Pénzes János! Thank you.